Kovács Boglárka, a Villánysiklósi Borút elnöke a gálakoncert előtt elmondta, az idei évben is egy nagyon színvonalas programcsokrot sikerült létrehozni ezzel a rendezvénysorozattal. Ezért mindig nagyon hálásak vagyunk a Pécsi Férfi Kör Alapítványnak, mert azt gondolom, hogy itt Tamásék évről évre mindig valami újdonsággal fűszerezik meg ezt a kulturális programcsokrot, és idén sem történt ez másként. Ugye itt vannak nyilvánvalóan a nemzetközi kórusok, akiknek mindig nagyon örülünk, nem csak azért, mert amikor hazautaznak, akkor a Villányi Bor jó hírét is elviszik magukkal, de azért, mert mindig tényleg nagyon egyedülálló élményekkel gazdagítanak minket is. A Zengő Együttes ugye fellép mindig itt a program keretében, nagyon szeretjük őket, ennek a népi kultúrának a hagyományőrzése és az átörökítése, azt mondom, hogy ez nagyon fontos feladat, különösen ma. Azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog, hogy ők ezzel olyan színvonalon foglalkoznak. Berecz András új színfoltot hozott a fesztivál programjába. Bordalokat, mulatós nótákat énekelt. Pár szót előtte és utána, hogy a mesemondó mesterségemről is kicsibe hírt adjak. Véleményem a rendezvényről, hogy igen jó sikerült, de hát az évek is bizonyítják. El tudom képzelni, mikor Lakner Tamás leült Andreával szembe egy ihletett teli holdas éjszaká. És akkor kipattant a szikra belőlük, hogy nem kéne egy rendezvényt, egy olyant, ahol az ének és a bor találkozik egymással. Hát a bor, ha még a Bibliában is ott van, hogy a borivás az éneklésnek olyan, mint türkíznek a aranyfoglalat. És olyan jól sikerült, mert a táj is hozzá tud járulni. Az énekesek, a borászok javára vannak, és a borászok az énekesekére. Hát a terpeszállás adja a biztonságot. Úgyhogy le a kalappa. Bognár Szabolcs operaénekes szólistaként lépett fel a 28. Európai Bordal Fesztiválon. Marica grófnő című operettjében fogom énekelni a Hely cigány című dalt, ami egyébként azt gondolom, hogy hozzám közel is áll mentalitásban, habitusban is, úgyhogy mikor ezt a Tamás, professzor dr. Lakner Tamás kért fel, hogy énekeljek, és ő választotta ki a szólókat is, illetve együtt, de ezt kérte, hogy ezt mindenképpen énekeljem el, akkor én egyből azt mondtam, hogy örömmel válom, nem csak azért, mert ez egyébként abból a szempontból is kihívás, hogy ugye ezt bariton hangfajok ritkábban éneklik ebben a hangnembe, de én azt gondoltam, hogy akkor ne változtassunk, annál is inkább ugye, mert a Pannon Filharmonikusok zenekarra kísér, Erdély Dani vezényli, hogy akkor ez is maradjon az eredetibe, ahogy az operetben van. Úgyhogy abból a szempontból kihívás, hogy ugye, mint baritonnak, ez azért viszonylag magasabb fekvésben van, de igyekszem megoldani, és én egyébként szeretem ezeket a kihívásokat. A 28. Európai Bordal Fesztivál valójában már a 32. esemény, mert volt közben 4 világfesztivál is. Az Európai Bordal Fesztivál sorozat Pécs városának a legrégebbi, minden évben megrendezett nemzetközi kulturális eseménye. Idén Olaszországból, Szlovéniából, Ausztriából érkeztek együttesek, mondta Lakner Tamás Lisztdíjas karnagy, a Bartók Béla férfikar karnagya és a rendezvény művészeti vezetője. Ami egy különlegessége, tavaly kezdtük el a Bordalnok énekversenyt, azzal a céllal, hogy a fiatalokat is bevonjuk. Hiszen ez a Bordalnok énekverseny 18 és 30 év közötti korosztálynak került meghirdetésre, és 3 kategóriában versenyezhetnek a résztvevők. Van egy opera, operett, musical, van egy folklor kategória, és van egy úgynevezett énekelt vers és világzene kategória. És most már jóval többen jelentkeztek, mint tavaly. Például nagyon jó a színvonal.
A fiatalokat is megérintette a felhívás a fesztiválon való részvételre. Lakner Tamás értékeli ezt, hiszen szerinte nagyon fontos, hogy a fiatalság is közel kerüljön az értékes borfogyasztáshoz. Ha mindezt fiatalok népszerűsítik fiataloknak, akkor ez egy jó kezdeményezés a Lisztdíjas Karnac szerint. Egy másik különlegességet is említett. Egy történelmi pillanat, na ilyen még nem fordult elő, hogy egy vegyeskar is felléphet ezen a fesztiválon. Hát kb. 10 éve már rágják a fülemet a osztrák barátaim, hogy ők csak vegyeskaruk van, és hogy hagy jöjjenek el. De elég úgy tartottam magam, és nem, maradjunk csak. Most legyengültem, vagy elgyengültem, és most van egy vegyeskar is a fesztivál. Nem tudom, hogy ez folytatódik-e vagy sem, de most ez egy ilyen különleges esemény, hogy nem csak férfi kórusok énekelnek, hanem vegyeskarok is. Ez a rendezvény igazi közösségi összefogással jöhetett létre, ugyanis társszervezők kapcsolódtak a nemzetközi programsorozat lebonyolításához. Tudtuk meg Hofner Tibortól, a Pécsi Férfikar Alapítvány elnökétől. Például a Pannon Filharmonikusok, akinek köszönhetjük ezt a fantasztikus helyszínt, a Kodály Központ a Tagállal koncertnek, és valamint a Villány Siklósi Borutat, akiknek pedig a pénteki helyszíneket, a Pince koncertek helyszíneit Villányban, valamint a vasárnap délelőtti úgynevezett matiné koncerteinket, templomi szolgálatot látnak el a kórusok ilyenkor, tehát ott nem bordáltal énekelnek, hanem a komoly repertoárt veszik elő a kórusok, tehát ott ők segítenek ebben a szervezésben, valamint itt Pécsett a vasárnapi délutáni bor és dal ünnepén a Zsolnai Örökségkezelő az, aki mellénk állt és helyszínt ad a rendezvényünknek, és a Pécsi Napok utolsó napján kapcsolódik a Borda Fesztivál a Pécsi Napok rendezvényéhez. Hát igen, a szervezésről annyit, hogy a következő évnek már hétfőn elkezdődik a szervezése, tehát hogy mindig jóval előre kell gondolkodnunk, hogy melyik kórusok tudnak jönni. Lakner tanár úr a művészeti vezetőnk, aki kiválasztja a kórusokat, és az ő szakmai irányítása mellett zajlik a szakmai programok, a többi pedig az egyeztetések, azok az előemlített partnerekkel zajlanak. Vasárnap a Pécsi Széchenyi téren a bor és dal ünnepén szüreti felvonulással, borkóstolással és a népek bordalai és táncai rendezvényel zárták a programsorozatot.